Magyarországon jelenleg 56 Rotary klub működik, köztük egy 2016 óta Nyíregyházán. Az országhatárokon is átívelő hálózat tagjai közül ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei az egyik legaktívabb egyesület. Egyik legfőbb céljuk az emberek közötti kapcsolatok fejlesztése. Nagyon büszke vagyok a Nyíregyházi Rotary klubra, hiszen ahogy az elnök asszony is mondta, folyamatosan programokkal rendelkeznek és jelentkeznek, de nem csak a helyi programokban veszik ki a részüket, hanem nagyon sokan a klubból, az úgynevezett district teamben, tehát a magasabb kormányzói tanácsban is aktívan közreműködnek. A következő pedig nem csak itthon Magyarországon, hanem a nemzetközi megmérettetésben is nagyon jól helyt állt például dr. Pénzes Marian, aki az itt, az Interact és az Early Act által festett szemétgyűjtő edényeket propagálta, és be tudta mutatni ott kint Bukarestben egy nemzetközi konferencián. Ezt az aktív csapatot idén július 1-től Petruska Erika vezeti, ő lett a Rotary Klub Nyíregyháza soros elnöke. A 2018-ban indult Talentum programot folytatják, de más tervek is vannak. A legfőbb célkitűzésünk az értőolvasás segítése, amihez megkerestük a tankerületet és a Nyíregyházi Egyetemmel folytatunk előzetes megbeszéléseket arról, hogy hogyan tudnánk a tanítóképzősöket olyan helyzetbe hozni könyvekkel, nyíregyházi mesékkel, de ezt a programot még nem tudom kibontani jobban. Ez lehet, hogy elnök éven átívelő program lesz, ami nem baj, ha szükség van, legyen ott a segítség. Minden évben megrendezik a Rotary Mikulást is, ez azonban idén változik. Nem egy központi ünnepségen adják majd át a csomagokat a gyerekeknek, hanem azokat a saját iskoláikba viszik el.